Köszöntjük a nézőket a negyedik Beethoven Plus koncerten. Mi is az, hogy Beethoven Plus? Erről csak annyit szeretnék elárulni, hogy egyrészt mindig számunkra is van valami meglepetés, például, hogy lehet-e közönség, most nem lehet, de most már kezdjük ezt is megszokni. A másik plusz pedig az, hogy a műsor tekintetében is igyekszem a sorozat szerkesztőjeként valami különlegeset hozzátenni. Ez lehet, hogy csak az, hogy beszélek, mert az önmagában is egy kicsit más, mint az általános koncertek, amiket megszokhattunk. Viszont most van egy nagyon különleges plusz. Beethovent nem sikerült elérnem, de Balog Mátét igen, aki volt olyan kedves és talán ihletett, vagy nem tudom, de minden esetre az a szerencse ért minket, hogy elfogadta a felkérésemet, és írt egy darabot, nem akármilyet, kifejezetten erre a fortepianóra, meg ránk, tehát nekem írta, és én elképzeltem, hogy ezt csak is Perec Misivel tudjuk előadni méltóképpen. A mostani plusz az az lesz, hogy Balog Máténak a Brief című művét fogjuk megszólaltatni, és szeretném, hogyha különleges lehetőség van, hogy meg lehet kérdezni a zeneszerzőt, mert Beethoven sajnos nem, hogy hát hogy is történt mindez, és talán még azt is el tudja mondani, hogy miről szól ez a darab, mert kifejezetten van egy történeti háttere. Igen, na hogy is kezdődött mindez? 2009-ben első zeneakadémisaként ott voltam a Bartók szemináriumon, ahol Ditta is ott volt, transzambl együttessel mindenféle kortárs darabokat játszottak, és köztük az enyémet is, és a darabomban Dittának fel kellett olvasnia recitálva, középangol akcentusban egy frázist az Ószövetségből, a King James féle angol fordításból, és ő ezt tulajdonképpen éneklő hangon, mint egy ilyen Sprechgesang, a Schönbergi Sprechgesang mintájára nagyon szépen elővezette. Ez az egyik, amikor találkoztam a Dittának az éneklő hangjával, a másik pedig, amikor felvette Ötvös Pétert Two Poems to Polly című éneklő csellistára írt darabját. Benne volt az a levegőben, hogy egyszer komponálnék a Dittának valamit, ahol ő énekel és csellózik egyszerre. Amikor megkeresett azzal, hogy van ez a fesztivál és ez a sorozat, és valahogy a nehezén kapcsolódjak, akkor ez ugrott be egyből, hogy kellene írni egy olyan darabot, ahol Ditta énekel is és csellózik is, és van hozzá egy fortepiano kíséret. Ez itt a fesztiválból adódott. A darab címe Brief, vagyis levél, leghíresebb Beethoven levélre utal, amit mindenki jól ismer, a Halhatatlan kedveshez címzett három levéltöredék, amiről később kiderült, hogy ez tulajdonképpen egy levél. Ez alig hanem a zenetörténet egyik nagy blikk témája. Nem igazán lehetünk biztosak benne, hogy ki ez a halhatatlan kedves. Két Brunswick lány is felmerült, ezért itt Magyarországon ez különösen kedvelt téma. Ami nagyon érdekes, az a levél legeleje és a levél legvége. Az a levél legeleje, hogy mein Engel, mein alles, mein ich. Amit mi magyarul nem használunk így, ugye? Angyalom, mindenem, énem, mein ich. És a legvége a levélnek az, hogy örökké a tiéd, örökké az enyém, örökké a miénk, Lajosod. Tehát olyan fordulatok vannak benne, amiket a német sem használ ma már. Lehet, hogy akkor sem használt, ezt kellene tudni, nem tudom, de nagyon furcsán hangzott, nagyon őszinték, és talán ez a fajta személyesen szerelmes és feloldott Beethoven, szóval nem az összeráncolt homlokú Beethoven, hanem a szerető Beethoven, az nincs elterjedve, mint kép a közönségben. Én ezt a Beethoven képet próbáltam ebben a darabban ábrázolni, vagy megkeresni. Nagyon egyszerű programja van, ezt nem is kellene elmondani, de úgyis át fog jönni. A cselló felidéz valamit, ebben az esetben természetesen a szeretőt fogja megjeleníteni. Felidéz valamit, ami előbukkan, egy valóságos zeneanyag keletkezik belőle, egy kicsit a múltban él, és aztán rádöbben arra, hogy ez csak egy emlékkép volt, megint egyedül marad, és megint a saját magányában, ha úgy tetszik, befejezi a darabot. Hát akkor nincs más hátra, akkor meghallgatjuk a Brief című művet.
Így fejeződik be Balogh Máté Brief című műve, aminek ez volt ezennel az ős bemutatója. A következő plusz, ami van a mai alkalmon, az pedig az, hogy egy triót fogunk játszani. Ez egy Beethoven sorozat, eddig csak Beethoven műveket hallottunk, cellóra is, fortepianóra. És ez volt az első különlegesség, és a következő pedig az, hogy Lesták Bedő Eszter fog csatlakozni hozzánk, és egy triót adunk elő. Ezért szólítom is Esztert, hogy jöjjön hozzánk. Megtaláltam Lesták Bedő Esztert, akit örömmel mutathatok be. Itt volt a szomszéd szobában, és ezért kihasználtuk az alkalmat, hogy akkor előadhatjuk ezt a nagyon nagy szabású művet. Talán ez az egyik legismertebb trió, amit Beethoven valaha komponált. Hogy ennek mi az oka? Az egyik az, amit én megfejtettem, az az, hogy hasonlít a szimfóniákra. Tehát olyan nagyszabású, mint hogyha egy egész zenekart kéne helyettesítenünk. Ez azt is jelenti, hogy azért számos nehézséget is rejteget. De a hallgatónak talán az segít a legjobban, abba próbálok ilyenkor segíteni, hogy mire érdemes figyelni. Ez egy monumentális mű, ez azt jelenti, hogy körülbelül 40 percig tart, 4 tételes. A formája az viszonylag hagyományos, tehát az első tétel a szonáta forma, ez azt jelenti, hogy megismerünk egy témát, aztán megismerünk még egy témát, és akkor ezek az alapanyagai, amikkel foglalkozik. Az az érdekes, hogy nagyon egyszerű elemekből áll ez a zene. Azt érdemes például megfigyelni, hogy hogyan bontja ki, és milyen díszítő elemeket használ. Milyen díszítő elemek lehetnek, például lehet valami trilla, amit a zongora, vagyis a fortepiano biztos, hogy fog alkalmazni. A hangszínek nagyon izgalmasak, ahogy a vonósokat használja. Ez azt jelenti, hogy számunkra beírja például azt, hogy cantabile, éneklően, vagy dolce, vagy próbál segíteni a zeneszerző, aki egyébként a bemutatót maga adta elő, és ez volt az utolsó alkalom, hogy nyilvánosan szerepelt, mert sajnos utána már nem tudott kamarázni. Egyedül még biztos, hogy tudott sokáig, de a kamarazenénél ugye nagyon kell figyelni a többiekre, és mivel már nem hallott jól, ezért abba hagyta a tevékenységét. A második tétel az egy nagyon vidám, táncos jellegű párbeszéd három ember között. Próbáljuk egymást egy kicsit kiegészíteni, és hozzátenni, és reagálni a másikra. De alapvetően Eszter is mondta a próbák alatt, hogy ez mennyire pozitív, mennyire vidám darab, és talán ez most így a vírus idején jól jön, egy kis pozitív dolog. A harmadik tétel az pedig egy lassú tétel lesz, egy variációs. Ez azt jelenti, hogy meghallgatjuk a gyönyörű főtémát a zongorán. Ezt megint csak Beethoveni módon nagyon sokféleképpen dolgozza fel. Ez azért izgalmas, mert egy variáció az általában olyan, hogy mindig halljuk a témát, és akkor azt egy kicsit így gyorsabban, lassabban kiegészítve. Beethovennél ez nem ilyen. Szóval érdemes megfigyelni, hogy a téma az nagyon el van rejtve, és aki megtalálja, az jutalmat kap minden bizonnyal. És akkor van egy zárótétel, ami hozzá csatlakozik a harmadik tételhez, tehát nagyon kell figyelni, hogy hol indul. Onnan lehet felismerni, hogy gyors lesz. Szóval Beethoven erzherzog, vagy archduke, vagy főherceg triója következik. Erről még csak azt kell tudni, hogyha valaki dolgozatot írna ebből, hogy mint ahogy számos más művét Beethoven valakinek írta, mivel hogy ő volt a patronusa, magyarul úgy mondanánk, hogy a szponzora, és ez a Rudolf főherceg is az egyik ilyen volt, de ő nem akármilyen, mert ő egy barátja is volt, és zeneszerzés tanítványa is. Szóval minden bizonnyal nagyon értékelte ez a Rudolf főherceg, hogy miket talált ki Beethoven.
Thank you.